Az elmúlt hetekben, amikor edzettél, valld be őszintén, mindig ismerted valamennyi játszótársadnak a nevét? Persze, hogy ismertem, igen. Ugye annyival is könnyebb volt nekem, hogy én a ugye Luce csapattársai B-be, meg juniorba is játszottak együtt, úgyhogy nem volt senki, akit úgy előtte már ne tudtam volna, hogy ki, illetve ne ismertem volna. Milyen érzés az, hogy te most már gyakorlatilag ilyen szenior játékosnak számítasz? Néha eléggé furcsa, igen, olyan érzés van az öltözőbe bemenet, hát a fiatalok sokkal többen vannak, mint mi 4-5 felnőtt játékos van. És ugye a harmadik legidősebb is vagyok, úgyhogy hát igen, ez felelősséggel is jár, főleg azt, hogy az irányító is én vagyok, úgyhogy próbálok mérkőzésre, mérkőzésre felnőni ez a feladathoz. Az előző mérkőzések alkalmával a vezetőedző többször is megjegyezte azt, hogy nem tudja, hogy honnan szed az energiát ahhoz, hogy vétója egy irányító poszton ilyen mérkőzéseket. Honnan szed az energiát? Én sem tudom. Hát mérkőzés közben azért úgy gondolom most erre a két mérkőzésre főleg az volt a jellemző, hogy mindenki szívből és akaratból végignyomtuk a mérkőzést. Tudtuk, hogy nagyon fontos ez a két meccs. És hát harcoltunk egymásért, és tényleg szívből ment az egész. Igen, most ez meg volt két fantasztikus győzelmünk, és jön a csata. Egy elhalasztott mérkőzés következik. Miben lesz más szerinted ez a mérkőzés, mint még az előző kettő? Úgy gondolom, hogy annyiban nehezebb lesz, hogy a csatában nagyon sok gyors mezőnyjátékos van, így talán még többet kell majd futni védekezésben mindenképp, úgyhogy ez is egy elég nehéz mérkőzés, ezt meg hát nagyon jól dobnak kívülről, úgyhogy nagyon fontos lesz arra figyelni, hogy ne dobjanak szét itt minket hazai pályán. És még utolsó kérdés, milyen érzés a saját testvéreddel egy csapatban ma játszani? Erre is volt már alkalom, úgyhogy ez se teljesen új számomra, de hát nagyon jó, főleg az, hogy most ugye mögöttem ő van így irányító poszton, és próbálok azért neki is segíteni, de nagyon jó érzés vele együtt lenni a pályán. És hagyja? Tessék? És hagyja, hogy segítsen? Hát remélem. Igen, ha szokta hagyni. Köszönöm szépen. Köszönöm.